Különleges nevű császárbajszú tamarin kölykök születtek a Nyíregyházi állatparkban. Az apró majmok különlegessége, hogy nem csak az anya, hanem az egész falka foglalkozik a kicsikkel, akiknek kedvenc szórakozásuk, hogy a már nagyobbak hátára kapaszkodva utaztassák magukat. Vilmos császár után nevezték el ezeket a majmokat császárbajszú tamarinnak. Eredetileg Dél-Amerikában élnek, de az őserdők folyamatos pusztítása miatt kihalófélben levő majmok ezek a tamarinok. Látványos állatok, élénk aktív életmódjuknak köszönhetően, kihalás által veszélyeztetett faj, ez a természetes élőhelyének a pusztítása miatt van így, úgyhogy nagyon fontos a fogságbeni tenyésztése. Nyíregyházán 2 hete születtek a kölykök. Kedvenc szórakozásuk a potyautazás, amikor is anyjuk, hogy valamelyik nagyobb társuk hátára kapaszkodva közlekednek az ágak között. Közben óriási szemekkel bámulják a körülöttük levő világot. Nyíregyházán most először születtek ilyen kis majmok. Mindenképp kell a megfelelő élettér biztosításán kívül a megfelelő takarmányozás is, illetve a gondos ellátás. Igen, reméljük, hogy ezek az állatok jól érzik magukat, és ezért döntöttek úgy, hogy gyermekneveléshez fognak. Az egyébként is apró termetű, fürge mozgású és vicces bajuszú majmokat, s természetesen a fiatal kölyköket már a látogatók is megnézhetik a Nyíregyházi Vadaspark majomházában.